Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részéből a 38. verset. Jézus Krisztus szerte járt és jót tett. Igénk a tetten érhető hívő élet fontosságára hívja most fel a figyelmünket. Számunkra ez azt jelenti, hogy a keresztény hit ne csak elmélet legyen, szép szólamok rengetege, hanem élet, cselekvés, hiteles jelenlét a világban. Ahogyan Isten szeretete testet öltött Jézus Krisztusban, úgy bennünk is ki akar ábrázolódni a Krisztus. A hit és cselekedetek kapcsolata komoly kérdés a teológiában. Nem azért teszek jót, hogy üdvözüljek, ez önmagában véve is képtelen ötlet, hiszen egyedül Krisztus által lehet üdvösségem, hitáltal, kegyelemből, tehát azért teszek jót, mert üdvözültem, hálából. Az üdvösséget tehát nem lehet jó cselekedetekkel megszerezni, de lehet érte örökké hálás a szívem, az életem. Az üdvösségem Krisztusnál készen van. Aki ezt a drága véren szerzett ajándékot elfogadhatta, az az ember a szeretet gyümölcsét termi. Jézus Krisztus szerte járt és jót tett. Ez a tömör mondat egy sűrített Jézus életrajz. Ezért biztatja az övéit, hogy legyenek só, amely megízesíti az ételt, kovász, amely megkereszti a tésztát, lámpás, amely világít az emberek felé, hegyen épített város, amely már messziről látszik. Jézus Krisztus azonban nem csak biztat, hanem meg is vált erre az új életre, azaz Szent Lelke által lehetővé teszi, hogy így tudjunk élni. Amikor Jakab apostol arról beszél, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, akkor arra mutat rá, hogy hitáltal kapjuk a megigazulást, de ennek következménye a megszentelődés, az Isten szeretetének cselekvése mindenben, mindenhol. Amen.